Benke Vali Leria és Sarkadi Bálint. Szexből is megárt a kevés. Útmutató az örömteli szexuális élethez. Előszó Szeretnénk kalandra hívni itt ennek a könyvnek a sorain keresztül. Pszichológusi munkánk során élesen tapasztaljuk, hogy milyen sokféle kérdés, elakadás, frusztráció tapasztalható a szexualitás területén, és hogy mennyien küzdenek ezekkel és érzik elveszve magukat. A következő oldalakon szeretnénk bepillantást engedni a szexuális elakadások mögöttes dinamikájába, példákkal szemléltetni, kérdéseket feltenni, és gyakorlatokat adni. Utóbbiakhoz javasoljuk, hogy készíts elő papírt és tollat, esetleg egy erre szánt füzetet. A megfogalmazásainkban legtöbbször heteroszexuális párokra utalunk, ugyanakkor minden rész ugyanúgy értelmezhető és használható nem heteroszexuális kapcsolatok esetén. Célunk, hogy a felvetett témákat elkezdhesd megvizsgálni magadban, és egyfajta útmutatót kapj, merre érdemes elindulni, egyáltalán miről is szól a szex. Köszönjük, hogy velünk tartasz, és kívánjuk, hogy indulj el erre a gyógyító utazásra, amelyel a szexualitásod új szintekre léphet. A fejezetekben kérdéseket teszünk fel, illetve közös gondolkodásra, jegyzetelésre hívunk. Arra kérünk, hogy haladj türelmesen ezekkel a gyakorlatokkal, adj időt a válaszoknak, és ha bármikor úgy érzed, hogy nem várt emlékek, nehéz érzések esetleg korábban elszenvedett negatív életesemények, traumák bukkannak a felszínre, akkor állj meg és tedd a következőket, vagy ezek valamelyikét. Figyeld a légzésed, masszírozd át a tested, mozogj bárhogy, ahogy jól esik, keres szemkontaktust valakivel, aki a közeledben van, és bízol benne, Kapaszkodj meg a közeledben lévő bizalmasodban a figyelmedet az érintésén, az illatán, a testének biztonságán tartva. Ha ez az állapot elcsitult, akkor állj meg a könyv olvasásával, és kérj segítséget szakembertől, aki segít feldolgozni a még feldolgozatlant. A könyv alapvetően biztonságosan használható, de tartsuk tiszteletben, hogy a szexualitás olykor nehéz és sérülékeny téma, amiben minnyájunknak máshol vannak a határai. A célunk az, hogy a saját terápiás tapasztalataink által körbejárjuk ezt a témakört, és jobban rálássunk, hogy mi lehet az oka annak, hogyha valaki keveset szexel. Ha a kezedben tartod ezt a könyvet, az azt jelenti, hogy valamiért érdekel téged ez a téma, Élhetsz egyedül, vagy akár pár kapcsolatban, de valószínűleg érzed, hogy a nemi életedben több potenciál rejlik. Ezt a könyvet úgy terveztük, hogy a tapasztalataink ismertetése mellett a saját szexualitásodat is felfedezhesd. Szexuális önismeretet fejlesztése céljából időről időre olyan kérdéseket fogunk feltenni neked, amelyek segíthetnek, hogy közelebb juss a saját szexualitásod megismeréséhez. Gondold át! Elsősorban tedd fel magadnak a kérdést, miért olvasod ezt a könyvet? Mit szeretnél elérni a könyv elolvasásával? Első rész. Szexualitásunk forrása. Miért nem szexelünk? Ez az örök kérdés és talány, amire mindenki keresi a választ. Miért nem szexelünk? Miért nem jó a szexuális életünk? Munkámból adódóan azt látom a klienseimen és a környezetemben lévő embereken, hogy minnyájan keresnek valamit, de talán nem is tudják, hogy mit. Vágynak az elfogadásra és a megértésre, de saját magukkal sincsenek kibékülve, emiatt nehezen találnak olyan kapcsolatot, amelyben el tudják őket fogadni nehezen fejezik ki az igényeiket, emiatt folyamatos elutasításban vagy elkerülésben van részük, amivel egyre távolabb kerülnek a vágyott céltól. Az egyszerű és gyakorlatias válasz talán az lehet erre a kérdésre, hogy azért szexelnek keveset az emberek, mert nem ismerik igazán sem önmagukat, sem a saját igényeiket. Szülői mintáik és társadalmi tapasztalataik miatt ezeket nem képesek felvállalni. Az elutasítástól való félelmük miatt sokan megalkusznak, és a konfliktusokat kerülve alárendelik magukat a párjuknak, és olyan szexuális életet élnek, amelyet nem találnak kielégítőnek. Mivel kevés örömmel jár számukra a szexualitás, ezért idővel inkább elkerülik ezeket a helyzeteket, és magányukban a pornó és a külső kapcsolatok felé nyitnak. Egyre erősödik bennük az a gondolat, hogy nem saját magukkal van problémájuk, hanem a partnerükkel, de ez sajnos nem így van. Ezt a tényt kevesen ismerik fel, és nehezen tudnak elindulni az önismeret útján. A probléma megoldása a probléma felismerésével kezdődik. Fogadd el, hogy a nem megfelelő szexuális életed rólad szól. Ha változtatni szeretnél ezen, akkor az első lépést neked kell megtenni. Gondold át! Általában kielégülnek a szexuális igényeid? Hallgass tovább a könyvet a Voice hangos alkalmazásban. A hangos könyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra. További részletekért kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice!